novemberi oklevélben részesült az 1944-től töretlenül működő Magyar Szólap Kiadó Kft. Újvidéken. Ilyen oklevélben az részesülhet, aki kiemelkedőt alkotott a város demokratikus hagyományainak megőrzéséért és a szabad szellemiség fejlesztése terén. Az intézmény munkájáról, jövőbeni terveiről és az elismerésről Erdődi Edvinával, az intézmény igazgatójával beszélgetek. Jó estét kívánok, köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok, én is köszöntöm a nézőket. Kezdjük a novemberi oklevéllel. Mit jelent ez a Magyar Szó munkatársainak, ez az elismerés? Mindenképpen egy nagy elismerés jelent ugye az eddigi munka irányába. Ezt a novemberi oklevelet, ezt a kitüntetést, ezt a díjat ugye a szerkesztőség összes tagja kapta. Annak az elismeréseként, annak a hatalmas szellemi tőkének az elismeréseként, amely felhalmozódott ugye az eddigi évek során. Ugye 80 évet ünneplünk az idén, szóval 8 évtized munkájának az elismeréseként lett átadva ez az oklevél. Ahogy ön is említette, idén jubileumot ünnepelnek. Milyen eseményeket szerveznek e köré? Hogyan zajlik ez az év most a szerkesztőségben? Hát azt valóban ki kell emelnem, hogy egy borzasztó, intenzív időszakát éljük ugye a mindennapoknak, hiszen 80 évet megünnepelni méltó módon, az is egy nagyon nagy kihívás. Az is egy hatalmas kihívás, hogy ugye az olvasóknak megköszönjük azt, hogy ennyi év alatt és ennyi év után is kitartanak mellettünk, hiszen őértük vagyunk. És hát ugye vissza kell szolgáltatni azt a hatalmas szeretetet, törődést, amit a vajdasági magyar közösség részéről kapunk. Ebből kifolyólag mi nagyon sok meglepetéssel és nagyon sok tartalommal készülünk, ugye december 24-én tölti be a 80. életévét a Magyar Szó. Mi december 20-án szeretnénk, ez egy pénteki nap, ekkor szeretnénk tehát megünnepelni ugye a jubileumunkat. Kiadványokkal készülünk, tehát két könyv megjelenését is tervezzük. Az egyik könyv a 80 évet, tehát a 8 évtizedet ölelné fel. Ezt Mihály Katalin szerkesztünk szerkeszti, és ez mellett Máriás Endre főszerkesztő helyettes szerkesztésében is egy kiadvány napvilágot fog majd látni ugye decemberben. Ez pedig a 80 szerző, 80 írás címet kapta. Mindez mellett, mivel hogy azért a 80 évet valóban méltó módon illik megünnepelni, szeretnénk egy egyedülálló, exkluzív magazinnal is meglepni az olvasóinkat. Ez is decemberben fog napvilágot látni, és Lackó Varjussára szerkesztő szerkeszti majd. Tehát akkor karácsony környékére az olvasók számos meglepetésre számíthatnak a Magyar Szótól is. Az elmúlt időszakban számtalanszor foglalkoztunk már azzal, hogy hatalmas beruházások zajlanak a székházban. Hol tartanak most ezek a munkálatok, illetve milyen tartalmakat ölelesz fel? Amikor azt mondtam ugye az előző válaszomnál is, hogy egy valóban egy intenzív időszak az életünknek, akkor valóban minden mozzanatában érezzük ezt a munkatársainkkal, és ez nem most kezdődött, még a 2023-as évben, ugye, amikor egy új nyomdacsarnokot sikerült kiépítenünk a telepi városrészben Újvidéken. Ezt követően ugye átszállítottuk a hatalmas nyomdagépeket, a több tonnás nyomdagépeket, és ekkor teremtődött meg a lehetősége annak, hogy az így felszabadult tereket, helyiségeket új tartalmakkal töltsük meg. Ennek az évnek az elején, tehát még január végén került aláírásra ugye a kivitelezővel a szerződés, és minden engedély és bejelentést követően a kivitelezési munkálatok márciusban vették kezdetüket. Itt a Magyar Szó ugye három tartalmat koordinál, a legnagyobb hangsúlyt, tehát a fókuszt a szabadkai Vackor kihelyezett tagozatára helyeztük, ugye, ami Újvidéken is hamarosan megnyitja a kapuit, illetve ez mellett lesz egy konferenciatermünk, egy nagyon modern konferenciaterem galéria részt, és lesz egy sajtó- és nyomdamúzeumunk.
Az volt az elvárás és az volt a megfogalmazás, hogy az óvodának a kihelyezett tagozatát azt ugye őszre fejezzük be. Ugye ez meg is történt, tehát maga a kivitelezési munkálatok, tehát maga az építkezési munkálatok, a bebútorozása a helyiségeknek az ugye megtörtént. Ezt láthatjuk is itt a képeken. Így van, és október elején volt egy magas szintű delegáció látogatás ugye a székházunkba, ahol ugye megnézték, ugye, hogy tartanak a munkálatok, tehát dr. Pásztor Bálint, ugye a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke járt nálunk, Juhász Bálint, ugye a képviselőháznak ugye az elnöke, Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, és ekkor tett látogatást nálunk ugye Újvidék polgármestere is, aki hiszem azt, hogy személyesen is ekkor megbizonyosodhatott arról, hogy milyen erők és energiák vannak ide beleölve, belefektetve, ugye a 80 év gyanánt is, ugye, hogy föntartsuk magát a magyar szót is, az új tartalmak vonatkozásában is. Ezt követően elindítottuk azokat a szükséges lépéseket és folyamatokat, amik ugye az engedélyeztetéshez szükségesek. Azt tudom mondani ebben a percben is, hogy minden úgy történik és úgy zajlik, ahogy annak lennie kell. Tehát minden tanúsítványt és bizonylatokat, mint bizonylatot beszereztünk. Jelen pillanatban a belügyes képviselőket, tehát a szerveknek a képviselőit várjuk ugye a helyszínre, hogy megadják ugye a tűzvédelmi kapcsán a jóváhagyást, amit követően a használatban vételi engedélyt és a verifikációt is tudjuk majd igényelni. Azt szeretném még ezt kapcsán elmondani, hogy a munkatársak ugye a Vackorban megkezdték már a munkát, ugye az újvidéki kihelyezett tagozatban. Egy nagyon szoros és egy nagyon jó együttműködést ápolunk ugye Katona Novák Ágnessel, a szabadkai Vackor igazgatónőjével. Így ezek a munkatársak már ugye több ízben voltak Szabadkán megtapasztalni, és ugye megnézni azt, hogy hogyan is működik maga az óvoda, és hamarosan ugye elkezdik a térrendezés, hogy hogy kell kinézen a egy-egy csoportszoba. Mikorra várható itt a nyitás, és hogy tudnak majd jelentkezni a szülők? A jelentkezések azok folyamatosak, mint ugye a nyári hónapok vége felé, tehát az utolsó hetekben ott már közzé tettünk egy felhívást, hogy ugye várjuk az érdeklődő szülőknek a jelentkezését, és jelen pillanatban úgy állunk, hogy 2 csoporttal tudunk megindulni, egy bölcsődei csoporttal, illetve egy vegyes csoporttal, ami az óvodát illeti, tehát ott, ahol 3-7 éves korosztályban foglalkoznak ugye a gyermekekkel. Én azt kell, hogy mondjam, hogy igazából már rajtunk kívülálló tényezők fogják meghatározni, hogy mikor fog elindulni az óvoda, de reményeimet szeretném kifejezni, hogy nem kell már hosszú heteket erre várni. Igazgatónő, akkor még egyszer gratulálunk az elismeréshez, további sikeres munkát kívánunk, és köszönöm, hogy a vendégem volt. Én is köszönöm a lehetőséget.